titeket. A mai nap Punta Cánán fogunk tengeri horgászni a Dominikai Köztársaságban. Hát elméletileg egy ilyen osztott charterhajón fogunk menni, ami azt jelenti, hogy több embert visznek, maximum 8 szemét. És hát ebből az egyik horgász én leszek, Judit pedig a kísérőm lesz. Mi leszek a... És kíváncsi vagyok, hogy milyen halat lehet fogni. Te emiatt kék marlinnal szokták csalogatni a népet, de erre nem hiszem, hogy túl sok esélyünk lesz. Hát, veszel még? Mahi. Mahit akarok fogni. Majd kiderül, hogy sikerül-e. Először megnézzük, hogy felvesznek-e minket a helyen, mert két hotel van, és nem tudjuk, hogy melyikbe fognak várni, de majd megtaláljuk őket. Hozzáteszem, tudjuk, csak Bálint aggódik. Amúgy ráírták, hogy melyik hotelbe fognak várni, csak ő nem hiszi el. Ennyit azért hozzáteszek. Közben annyit tennék még hozzá, én bemutatom közben a táját, nem csak Bálint nagyfejét, hogy azért ez a baromi szép helyen vagyunk. Kicsit meg vagyok fázva, azért ilyen rekettes a hangom. A szökőkút, amitől minden este majdnem bekisilek, mert amúgy ott van az ablakunk fönt, és ezt úgy lehet hallani. De ha megnézitek, gyönyörű pálmafa, mindenhol 30 fok. Tajok. Ők mondjuk masször tajok, de az nem számít, mondjuk az egyik terhes. De ez részletkérdés. Ja, és hát ez nem utolsó sorban. Nem tudom, mennyire látjátok. Próbálom nem rezgősre állítani a kamerát. A Misi kedvéért. Na, szóval itt ilyen nagyon sok van. Ahogy elnézzük, az időjárás nagyon jó lesz, mert most leég a hajam. Hát egy-két felhő van az égen. De 50 faktoros nagyon nem naptejjel számít. Vagyunk bekenve. Még a 50 faktoros napkrém ellenére is sikerült leégnünk tegnap rendesen. Az egész hátam piros, úgyhogy hát, gyönyörű szép. Kicsit pusztulat idő lesz valószínűleg a hajón. De majd meglátjuk. Kiderül. Egy kis ízelítő a helyi állatvilágból, a halakon kívül. Ezek a flamingók itt szoktak pihenni egy lábon, bebújva a seggükbe. Igazából nem biztos, hogy megmerném kockáztatni, hogy itt bármelyiket megbuherálom, mert a tegnap egy pasas majdnem megtámadott, ami teljesen jogos volt, hozzáteszem. De azért nézzétek meg, milyen szép színe van. Gyönyörű ez a madár. Olyan, mint egy lazac. Már amilyen színét illeti. A környezet se rút, és ezek minden nap itt gyengetnek. Itt szoktunk reggelizni, amúgy ez nem tartozik nagyon hozzá a horgászfelvételhez, de csak hogy érezzétek át a feelinget. Van itt zene, meg minden, buliznak. Igaz, tegnap előtt még karácsonyi hangulat volt, mert nem tudom, hogy miért. Csak a hó hiányzott. Már csak a hó hiányzott, hogy lapátoljuk. Hát az nagyon hiányzik a hó innen. De azért. Azt hittem, az a csaj énekel ott, de rájöttem, hogy csak orientációs tréning van. Itt mindig van ilyen, tele van némettel a hely. Ezt lehet, hogy meg kell majd vágnunk. Nem biztos, hogy érdekli őket a dolog, de... Na, le is állítom. Nagyon szép ez itt, gyönyörű szép. Ja, és ebbe is vannak kis sügérek, ebbe a kis szökőkút jellegűbe. Keresek nektek, ha sikerül találni. De szerintem ezek most de itt vannak. Ezt nézzétek, mennyi hal. Nem ezekre fogunk horgászni. Na, ezekre horgászunk. Tegnap ezeknél is jó volt, mert mindentek a kaján, amit a kifigyás voltak, mint a régi pontjai. Szóval most már útban vagyunk a horgászat felé. Innen elméletileg 4 ember kellett volna fölvenniük, de 2 az eltűnt valahogy, tehát szerencsére még kevesebben leszünk a hajón. Sötét vagy. Ez természetesen növelni fogja a fogási esélyünket. Reméljük. A hangulat az már jó, amit halljátok.
figyeljétek, fekvőrendőrök egyfolytában. Majd, hogy a körforgalmat, ezt nagyon jól vette, mert nem körbe ment, hanem behajtott balra, úgyis most is úgy lesz, hogy eddig. Nem, most nem. Most teljesen jól megy. Előbb simán szemben. És neki indultunk a horgászutunknak. Kapaszkodunk, mint az őrült. Csak mi horgászunk. Őrült spanyol. Megint egy fekvőrendőr, ezért állunk meg minden fél pillanatban, ezért 7 órás lesz az út. Körülbelül. Bazi jó lesz, majd meglátjátok. Innentől egyenes út vezet a paradicsomba. Itt még vannak utak Dominikán. Van, ahol ilyen méteres kártyúk vannak, mert nem is feltétlenül látjuk, hogy hol az út. Itt van valami mocsár. Mocsár gólyákkal. Ez pedig a golfpálya. Este még nem is láttuk. Tényleg, már jöttünk itt a golfpálya. Nem is kéne messzire menni golfozni. Öcsém. A golfpálya meg minden. Be kéne kötni magunkat. De nem is lehet bekötni magadat, de be lehet. Be kell kötni magadat. Hát ez nagyon jó lesz. Mondjuk ilyen nagyon kicsi kis utak vannak. Meg itt még nagyon ipartelep, ahogy itt balra elnézek. Tudunk ezerrel. Én egy konyol is kivisztünk. Megérkeztünk a hajóra. Itt vannak a nagy horgászbotok. Nem fogunk mahi-mahikat fogunk fogni igazán, Igor. Más nagyon nem. Állítólag. Tehát majd ki fog derülni. Helikopter is van, azzal kellett volna jönni. Sokan vagyunk, de nem elegem. A mesterbe jut hátulra. Yes! Big fish! Hey, big fish, man! Ruszki! Ruszki, már ruszki! A kapitány is megérkezett, de mondjuk a kapitány fölment föl magasra, de ez nagyon nem látszik. Nem akarsz kijönni onnan? Beülhetnél mondjuk oda. Nagyon jó. Oké. Okay.